Na, sziasztok srácok, elhoztam nektek egy újabb evolúciós videót, mivel minden nap van új evolúció jelenleg, ezért minden nap tudok ezekről videót csinálni. Ugye megérkezett az első úgymond fizetős evolúció, ami még statokat is ad, és nem ugye kinézetre megy. Ugye ez az Octopus evolúció CDM-ekre. Ugye még mindig, mielőtt itt belemegyünk, hogy melyik a legjobb választások, el kell mondani, hogy ezeket is tudjátok akár kombinálni, hogyha esetleg nem csináltátok volna még meg őket, nyilvánvalóan a csatárt nem fogjátok belerakni tudni a CDM evolúcióba, de akár hogyha valakinek mondjuk CM pozíciója, CDM pozíciója és hasonló dolgok, akkor egymásba, vagy hát ugye be tudtok rakni egy játékost akár ebbe, utána abba, utána abba, utána abba, úgyhogy nézzük is itt meg a mai videóba a legjobb oktopuszos lehetőségeket, de mielőtt belemegyünk ebbe a mai videóba jobban, hogyha szeretnétek hasonló videókat látni a jövőben is, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, esetleg barátaitoknak megmutatni ezeket a videókat, hogyha van köztük a barátaitok közül olyan, akit érdekel az IFC, meg az ilyen tutoriálok, meg az ilyen hasonló dolgok, és egy lájkkal jelezzétek, hogy tetszenek ezek a videók, és akár kommentbe várom, hogy ti kiket evolváltok jelenleg ebben a játékban. Ugye az Octopus evolúció az úgy néz ki, hogy vagy 50 ezer coin, vagy 750 FC pont. Ugye bár itt be tudtok rakni maximum 81-es ratingig. Maximum 7 darab playstyle lehet a játékosnak, 78 pace-e, 78 fizikája, ugye CDM pozíciójának kell lennie, maximum 80 agility-ja lehet, és maximum 80 defending-je. Ugyebár itt ad nektek intercept playstyle-t, 5 darab ratinget, 3 darab dribblinget, 8 darab fizikát, roll plus-pluszba ad egy CDM holding plus-pluszt, ad még egy first touch playstyle-t, 3 darab passingot, 8 darab defendinget, és 12 darab pace-t. De ugye vannak itt ilyen max cuccok, ugye idén ez így néz ki, hogy nem nagyon tudtok ugye 85-ös rating fölé menni, nem nagyon tudtok 84-es fizika fölé menni, vagy 83 pace fölé, vagy 83 defending fölé nem lehet menni. Ugye ezt úgy lehet megcsinálni, hogy az első küldetésben egyet kell nyerni, kettőt kell lejátszani, kettőt kell nyerni, kettőt kell lejátszani, és egy meccsen nem kaphattok egyáltalán gólt, és játszanatok kell ugye kettő meccset. Itt az utolsó nagy csak Rivals-be lehet, de ahol azt írja, hogy Rush Rivals Squad Battles, azt ugye akár hol le lehet játszani, de amúgy itt is csak Rivals-be lehet. Ez csak Rivals-be lehet, meg ezt is csak Rivals-ba lehet, a többit lehet csinálni más helyeken is. Ugye nagyjából ennyit így a kihívás vagy challenge-ekről, hogy miket lehet, hogy is lehet, miket ad. Vannak itt ugye játékosok, akiket ugye a Full GG kirakott nekünk, hogy nagyon jó lehetőségek, de ugyebár ezt úgy is meg tudjátok csinálni, nem feltétlenül csak egy evolúcióba kell beleraknatok játékosokat, hanem akár többe is. Itt van például a Mangala, aki ugye Evertonos, belga, Premier League, azaz, hogy igaz, hogy 3-3, de ebben, hogyha berakjátok három különböző evolúcióba, akkor így fog kinézni a Mangala 89 dribblinggel, és amúgy egy elég jó kis ilyen védekező középpályás lehet. Tehát itt van nekünk a Gravenberch, itt is bele kell raknátok a box-to-boxosba, amiről ugye tegnap volt videó, úgyhogy azt se felejtsétek el megnézni, és az Octopusosba, és ő is egy nagyon jó Premier League-es választás. Ő amúgy valószínűleg az egyik legjobb evolúciólap jelenleg a játékban, de hogyha már az egyik legjobbról beszélünk, akkor mindenféleképpen meg kell említeni a Renato Sanchez-t. Eszméletlenül lehet ez a lap, csak ugye Portugál Liga, igaz, hogy tegnap jöttem úgy ilyen Foundation objektívek, meg Foundation SBC, úgyhogy ha nem az ilyen Premier League csapatokat építesz, hanem mondjuk egy kis Portugál Liga, egy kis gyökeres, egy kis ez, egy kis az, egy kis amaz, akkor Renato Sanchez is valószínűleg, hogy majdnem, hogy az egyik legjobb választás lehet, mivel
eszméletlen statjai vannak, őt is az Octopusba meg a Box to Boxba kell beleraknatok. Itt van az Adam Wharton, őt is három különbözőbe kell beleraknatok. Itt amúgy látjátok minden játékosnak a playstyle-jait is, ő is egy jó kis Premier League-es védekező középpályás választás lehet. Akkor a következő játékosunk amúgy ebbe az Octopusosba elég sok Spurs játékos van, aki jó lehet. Van például a Sár, van például a Bentancur, meg volt még a Bissouma is, azt hiszem, mindjárt azokat is megnézzük. A Bentancur is 4-4. A Bentancur azt hiszem, hogy jó magas is, úgyhogy ez is egy kifejezetten nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus választás lehet ez a Bentancur lap. Ráraktok mindegyikre egy jó kis playstyle-t, nem playstyle-t, ráraktok mindegyikre egy jó kis chemistry style-t, és akkor ugye még jobban fel tudjátok turbózni ezeket a lapokat. De akár van ilyen lehetőség is, egy-két lapnál, aki belefér mindegyikbe, mert van valami rideback pozíciója, CDM pozíciója, CM pozíciója, és akkor bele lehet rakni egyes embereket ilyen box-to-box-osba, octopusba, stat limitsbe, member rewardba, és akkor ilyen lapok is lehetségesek. Most már nyilván ezeket a lapokat, mondjuk ezt a tokoszt, ezt nem akarjátok ti valószínűleg jelenleg megcsinálni, de csak így mutatom nektek, hogy ilyen is lehetséges. De ugye bár, hogyha ide jövünk megint, ugye ezek a kettő lap jött be, ez a három lap jött be tegnap este, amúgy nem rosszak egyáltalán, főleg nem itt a játék elején. Mindenféleképpen amúgy várom kommentbe azt is, hogy ti hogy érzitek jelenleg a játékot, így a gameplay részéről mi a véleményetek. Mert amúgy szenvedős, de amúgy jó lenne ez a játék. Jó lenne így megtanulni a dolgokat, meg én szeretek megtanulni ilyen dolgokat. Szenvedős, mert én is sokat kikapok, és tanulgatom a játékot, meg a taktikákat is meg kell tanulgatni. A rush az az egyik legjobb dolog a játékban még mindig. Egyetlen egy problémám van a játékkal, hogy a menüben laggos, a menüben kifagy, a gameplayben kifagy, a gameplaybe diszkonnektel a szerver, hogy megint ezekkel lesz a probléma, és ez fogja elrontani szerintem a játékot, de várom kommentekbe, hogy ti nektek mi a véleményetek. Így a hétvége elteltével erről a játékról. Ugye itt van a Gravenbe, csak itt már megnéztünk, de United szurkolók, most figyeljetek, van egy ilyen lehetőség az Octopusba és a Box2Boxosba, egy jó kis Kobe Mainum, akinek szerintem egy eszméletlen jó lapja van már most, így, ezzel a dupla evolúcióval. Nagyon jó pace, nagyon jó dribbling, lőni nem kell vele, ráraksz erre is egy Anchort vagy egy Shadow-t, inkább Anchort amúgy, fantasztikus szerintem. Úgyhogy ezt a United szurkolóknak kifejezetten. Ugye a Renato Sanchez megnéztük, van itt például lehetőség egy ilyen Turamra is, őt is ugye kettő evolúcióba is bele tudjátok rakni, ő is 6-4 magas ugyebár, úgyhogy ezt a lapot úgy nézzétek, eszméletlenül néz ki így a játék elején, ő is mondjuk egy Anchorral. Utána megyünk tovább, ugye a Bentancourt úgy nagyjából már láttuk az előbb, de hogyha a Spursnél vagyunk, itt van például a Bissouma is, szerintem ő is nagyon jól néz ki, neki is. Amúgy minden játékosnak igazából azt nézzétek, hogy nektek ki az ilyen kedvenc játékosotok, mert ha van a csapatotokból egy ilyen játékos, akkor valószínűleg, hogy mindenkinek hasonló lesz a statja, mert ugye sok olyan lapot látunk most, hogy 80 plusz pace, ilyen 83-ig dribbling is, defending is, fizika is, és akár a passing is ilyen 81, 82, 83, 84 környékén van ugyebár. Itt van például a Bissouma. Ugye 81-es ratingig nézzük itt a dolgokat, itt van például nekünk ugye ez a João Gomez, őt is 85-ös ratingre fel tudjátok húzni, neki is hasonló statjaik vannak, ő is ugye, neki is az a baj, hogy 3-3. Itt van megint egy Spurs játékos, ugye Sár, őt is 85-ösre maximum fel tudjátok húzni, 83, 83, 83, 84, 81, ez a passing is amúgy, ez a 81 passing is amúgy tök jó, mert 83, 87, 84, ő is szerintem nagyon jól néz ki, 6 magas, igaz, hogy 2-3 az ki a muszvig futja. Itt van mondjuk egy Lavia, őt be az egyetekre 3 különböző evolúcióba, ő is elég jól néz ki így. Jelenleg ő is az a vagy 3-3. Úgyhogy írjátok meg kommentben mindenféleképpen, hogy ti kiket csináltok meg ezekbe az evolúcióba.
Még megnézzük itt az O'Reillyt, meg a Pavlovicsot is mondjuk. A Pavlovicsból is fel tudtok húzni egy 81-es lapot. Nyilván ez a lap annyira nem néz ki jól, de azon gondolkodjatok el, hogy most elkezdtek el valami lapot csinálni, és majd a későbbiekben újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra bele tudjátok rakni. Mert lehet, hogy ez a Pavlovics most így néz ki, de lehet, hogy érkezni fog egy olyan evolúció mondjuk holnap, amiben ha ezt a lapot belerakod, akkor mondjuk már egyből 85-ös ratingű lesz, és mondjuk 80 plusz, 80 plusz, 85 plusz, 85 körül itt is még jobb fizika, úgyhogy én szerintem azt is megéri csinálgatni, hogy akár egy kisebb ratingű lapot feljebb és feljebb és feljebb húzol. Ez az O'Reilly is amúgy elég jól néz ki, kicsit gyenge a defendingje, de mondjuk egy jó chemistry style azt is fel lehet turbózni, vagy hogyha esetleg egy ilyen támadóbbnak, vagy egy ilyen box-to-boxnak akarod csinálni, akkor azt ezzel a lappal akármit meg lehet csinálni, ezzel az O'Reillyval így, ahogy látom. Még itt néztem egy-két lapot, aki így jó lehet, itt van mondjuk az Endo is, a Tameze, meg ugye a Wartont is már láttuk, itt van az Adli, akit bele lehet ugye rakni, akár bele lehet rakni amúgy a Busquetset, meg én néztem a Rakiticset is, ugye nekem Barcelona, Past and Present csapatba, vagy az Eric Garciát, de az Eric Garciát most inkább jelenleg nem nagyon szeretném. Ugye itt van még az Archie Gray is, őt is bele lehet rakni három különböző evolúcióba, és amúgy elég jól néz ki ez a lap. Nyilván ezt is majd a későbbiekben lehet evolúciózni, de az is amúgy szerintem tök jól néz ki. Ugyebár, de amúgy megmutatom nektek, ugye az előbb ugye itt mondtam nektek, hogy ugye én Barcelona lapokat szeretnék. Ugye ez egy 85-ös Busquets 49 pace-szel. De ugye a másik statjaik annyira nem néz ki rosszul, ugye 6-2 magas, úgyhogy agility balanszot úgy kell nézni. Meg ugye nekünk van itt egy jó kis Rakiticsünk, ugye visszatért a öreg, és 85-ös lapra fel lehet húzni. 60 pace-szel az az egyetlen egy probléma, de amúgy a shooting is elég jó, a passing fantasztikus, a dribbling elfogadható, amúgy a heading accuracy lehúzza, de amúgy a defendingje is nagyon jó, és a fizikálisan se valami rossz. Ezzel a lappal ugye én idén el szeretnék szórakozgatni ezzel a játékkal, szóval majd látom, hogy kiket fogok megcsinálni, de ha neked már van valaki, aki mindenféleképpen meg akar csinálni, akkor írd le kommentbe. Remélem tudtam segíteni egy kicsit ezzel a videóval itt a mai nap megint csak, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen dobj rá egy lájkot, hogyha van egy barátod, akivel meg tudod osztani ezt a videót, oszd meg, mert lehet, hogy neki is kell a segítség, és hogyha tetszett ez a videó, akkor dobj egy lájkot is erre a videóra, és iratkozz fel a csatornára. Találkozunk legközelebb, legyetek jók, sziasztok!